régi szokás az, hogyha valaki először énekel egy helyen, akkor egy-két mondatot kicsalnak belőle, bár mindenki tudja, hogy amikor az ember készülődik énekelni, akkor elsősorban az első hangon a hangsúly nála, de én tudom, hogy fogok választani. Csak annyit szeretnék úgy elmondani a közönségnek, hogy mióta énekelsz? Amióta megszülettem, ez az egyetlen dolog, ami bennünk közös, mert én is úgy kezdtem, hogy nagyszerű, és azt mondd meg nekem, hogy a születésedtől kezdve az éneklés milyen indítatás volt? Édesapámtól kaptam a flóta szeretetét, ő tanított meg. Hogy a rendernek a magyar munkát. Énekelni kell, és tudom is kell. Ugye, jól emlékszem, mert ő is énekel valamilyen szépen. Igen. No, azt szokták mondani, hogy a tanítvány túlnő a tanítómesterén. Én bízom benne, hogy önök is ezt fogják mondani. Tudod, mit mondanak a kopaszemben? Hajrá, így van!
Thank you.
kísérő, aki egyébként Maszekban a tanára is ennek a gyönyörű asszonykának. Dr. Péter Árpád. Befejezésről csak annyit szeretnék kérdezni a énekestől, hogyha legközelebb hívom, meg én eljössz. Nagyon szívesen, nagyon jó. Köszönjük szépen.